Sziasztok! Ez itt az Access Point Vlog 25. epizódja. Ebben a részben a pontházatokban alkalmazott optikai osztásokat és VDM technológiákat szeretnénk röviden bemutatni. Passzív optikai hálózatok egyik technológiai velejárója, hogy az optikai jelet módunkban áll többféle szempont és technológiai segítségvel elosztani. Ennek köszönhetően lehetőség nyílik spórolni az optikai káblek szálszámával, és hálózatunk rétegelhetővé és skálázhatóvá válik, ami a 25 éves tervezett élettartam szempontjából igen jövőbiztossá teszi azt. A legalapvetőbb lehetőség az optikai jel szimmetrikus vagy aszimmetrikus osztása a hálózatban, melyet a topológia figyelembevételével kell a tervezéskor eldönteni. Ezen osztásokat PLC vagy FBT szálloszlók segítségével végezhetjük el. Míg a PLC szálloszlók gyártás technológiaiból kifolyóan olcsóbbak, csak szimmetrikus osztás érhető el velük, egészen akár 128 irányban. Ellen az FBT szálloszlók alkalmazásával a jelszintünket tudjuk aszimmetrikus arányban elosztani a különböző irányok között, ami a tervezőknek külön eszközt biztosít munkájuk során. Az osztások tervezésekor figyelembe kell vennünk a jelenleg, illetve a jövőben biztosítani kíván sávszélességet és a szolgáltatási terület penetrációját. Az osztások elhelyezkedése a házatunkban szintén fontos tervezői feladat, befolyása van a csillapításra, sávszélességre és a jelszintre. Kialakított házatunkban többfajta forgalomtípust fogunk együttesen használni, amelyek szétválasztására már a fizikai szinten is van lehetőség adott szálon különböző hullámhosszak egyidő felhasználásával. Legjobb példa erre a korábbi epizódunkban bemutatott GPON, az upstream és downstream különböző hullámhosszakat használ. Szintén említésre került az analóg vagy digitális tévéjel felhasználása. Ezt is egy dedikált hullámhoz hozzákeverésével injektálhatjuk vele ugyanabba az optikai szálba, mint az erre képes végponti berendezés értelmezni tud a beépített szűrőjének segítségével. A hullámhoz alapú osztás a feneti példán kívül óriási segítségünkre lehet, ha ugyanazon a szálon több, egymástól független adatfolyamat kell továbbítanunk, mondjuk hanyóvonalon már nincs több szabad szálunk. Ebben az esetben az XVDM megoldáshoz kell nyúlnunk, ami lehetővé teszi, hogy ugyanazon a szálon több tucat 1 vagy 10 gigabites adatfolyamot továbbítassunk. Ezt a technológiát alkalmazzák a népszerű BIDI modulok is, ahol egy optikai szál és két hullámhoz felhasználásával duplex link építhető ki. Ugyanazon az elven működnek a 40 vagy 100 gigabites kapcsolatok is, ahol 4, illetve 10 darab, 10 gigás, különböző hullámhosszon továbbított jelet agregál az SFP modul. Az első epizódunkban kitértünk rá, hogy egy megfelelően megtervezett és megépített a passzív optikai hálózat évtizedeken keresztül képes lesz kiszolgálni a jelenlegi és jövőbeli igényeinket, köszönhetően a fent említett VDM megoldásokkal egymásra rétegelt szolgáltatásoknak. Ez volt az Access Point Vlog 25. epizódja, melyel lezártuk a PON hálózatok fizikai eszközeit bemutató sorozatunkat. A következő részben Major Péter kollégám fogja bemutatni nektek a Ubiquiti Networks PON megoldásait. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!